Az Abonyi Komáromi Gép Kft. Telephelyét 2015-ben adták át. Jól lehet, a családi vállalkozás több mint másfél évtizede van jelen a hazai mezőgazdasági gépgyártásban. A szolnoki mezőgépnél dolgoztam 30 évig, ott szereztem megfelelő szakmai gyakorlatot, mint garanciális szerelő. Soha nem oda kellett menni, ahol jó volt a gép, mindig a rosszat kellett javítani, és így kialakult talán az ember zsigereibe, hogy nem szabad egy gépet építeni vagy csinálni, amit a mai napig is fel tudok használni a gépeimnek a bővítésénél, fejlesztésénél. Az új telephely 75%-os önerő mellett épült fel. Az összességében 245 millió forintba kerülő fejlesztésnek csupán a negyedét tette ki a központi költségvetési és uniós pályázati támogatás. Cégünk 1999-ben alakult. Komárom Béla édesapám alapította a céget. A cég fantázia neve is Komáromi Gép. Tehát úgymond egy kis garázsból indult a vállalkozás. Szinte mint a mesében, hogy egy gép, annak az árából két gép épült, egy ember fel lett véve, kettő gép is, akkor szépen odáig fejlődtünk, hogy a mai nap jelenleg 20 ember tudunk alkalmazni. Cégünk úgy gondoljuk, hogy erősen fejlődik, az évi 20-30%-os forgalom növekedés szinte mindig diagnosztizálható. Pedig nem úgy indult, hogy mezőgazdasági gépgyártó lesz a Komáromi Gép. Az alapító majdhogy nem Dühében készítette el első agrárberendezését. Ami azóta történt, maga a cég történelem. Először még nem gondoltam a mezőgazdasági gépgyártásra, utánfutókat és autótréleket gyártottam. Amiket aztán meghirdettem, és akkor azt viszonylag abban az időben nagyon gyorsan el tudtam adni. Majd volt egy kis területem, földterületem, amit a kárpótlásba szereztem, és a kukoricát éveken keresztül hibásan vetették el mindig. És már amikor harmadik évben is hibás lett a vetés, tehát hiányos volt, akkor eldöntöttem, hogy én gyártok saját részemre egy kukorica vetőgépet. És ebben indult tulajdonképpen a mezőgazdasági gépgyártás. A 20 embernek biztos megélhetést nyújtó cég abonyi viszonyok között komoly foglalkoztató. Az itt dolgozók közül jó néhányan több évtizedes szakmai tapasztalattal bírnak, ám számukra majdnem olyan fontos, hogy helyben találták meg számításukat a Komáromi Gép Kft.-nek köszönhetően. A céget nagyon biztosnak látom, biztos háttérrel helyben van, nem kell vidékre átjárni dolgozni, fizetéssel is meg vagyok elégedve. Helyi, illetve szolnoki viszonylatban is azt mondhatom, hogy versenyképes fizetések vannak. A cég fő profilja a kultivátor és a szárzúzó gyártás, ám a saját gyártású gépek, berendezések mellett azok szakszervízelését is biztosítja. Magyarországon szárzúzó gyártásban piacvezetők vagyunk. A legfőbb termékünk ez a KB3011B névre hallgató 3 méteres vízszintes tengelyű szárzúzó. Ebből a gépből a magyar piacra évente mintegy 100-120 darabot tudunk gyártani, illetve forgalmazni viszonteladóinkon keresztül. Nagyon széles a palettánk, tehát a front szárzúzótól kezdve a rézsű vágóig, a gyümölcsösökben használatos kalapáskéssel szerelt KB303-as típuson át másfél méterestől egészen 3 méteres munkaszélességig gyártunk gépeket. Rendelkezünk centírozó géppel, ami ezeknek a gépüknek a hosszú távú működéshez elengedhetetlen feltétele. Ezeket a gépeket akár 5-8-10 év múlva is újra tudjuk a tengelyeit centírozni, a gazdák visszahordják hozzánk, tehát ez egy nagyon nagy előny a nyugatról, illetve a keletről beérkező szárzúzókkal szemben. A szárzúzó gyártás mellett a másik fő profilunk a kultivátor gyártás. A kultivátorokból is nagyon széles palettával rendelkezünk. Most már azt hiszem, hogy a 4 sorostól a 12 soros kultivátorokon keresztül műtrágyaszórós, illetve merev rugós kapával szerelt változatok is léteznek. Gépeinket elsősorban a közép- és nagygazdálkodóknak készítjük. A gépeink egy robosztus, minden gépünk robosztus alvázra épül, úgymond ár-érték arányban nagyon megfelel a piaci követelményeknek. Az a tapasztalat, hogy egyre jobban eltolódik a piac a minőségi termékek iránt. Tehát úgymond Magyarországon is inkább most már a
környező államokat kezdjük úgy gondolom utolérni, gondolok itt a szlovák mezőgépiparra, egyre jobb termékeket keresnek a gazdák. Amikor például kultivátor gyártunk, vagy kultivátor szezon van, két hete van a gazdának, hogy behúzassa a kukoricáját, napraforgóját, akkor nincs arra idő, hogy a garanciális kocsit várja, vagy éppen alkatrésze várjon, tudjon dolgozni, mert két hét alatt meg kell neki úgymond művelni azt a több száz hektárt, ami van neki. A mi gépeink úgymond erősebb kategóriába tartoznak, két év garanciát biztosítunk minden gépünkre, nyugodt lelkiismerettel áruljuk a gazdáknak, mind a forgalmazóknak. A minőségi munka iránti elkötelezettség nélkül ma már alig ha lehet labdába rúgni ezen a piacon is. Ám az évek során kialakult rend alapján itt a minőséget már nem is nagyon kell megkövetelni. Mindenki tudja, hogy milyen színvonalú munka kerülhet ki a kezei alól. Ezt másképp nem lehet venni. Vagy komolyan veszi az ember, vagy ne csinálja. Tehát ne csinálja. Természetesen minőséget folyamatos ellenőrzéssel szinten tartjuk, illetve hogyha valami vevők által jelzett minőségi probléma van, azt kivizsgáljuk, annak függvényében cselekszünk, és kiküszöböljük. Napi kapcsolatban vagyunk, lehet mondani, a vásárlóinkkal, üzemeltetőinkkel, kikérjük a véleményét. Tulajdonképpen a fejlődés, illetve a gyártásfejlesztés irányát ők határozzák meg, mert az ő véleményükre alapozva fejlesztünk. A Komáromi Gép Kft., akár csak a kisebb, hazai mezőgazdasági gépgyártók komoly versenyhátrányból indultak. A külföldről behozott gépek előbb minőségükben, majd árban előzték meg a hazai berendezéseket. Mára, ha ez a tendencia teljesen nem is fordult meg, minden esetre nagyot változott. Nagyon pozitív a tapasztalatunk, minden évben szinte egyre több gépet tudunk eladni a hazai piacra. Egyre több gazda gondolja úgy, hogy magyar munkaerőt teremt ezáltal, magyar tulajdonosnál hagyja úgymond a nyereséget, amit a magyar tulajdonos itt költ el Magyarországon. Tehát mi 100%-ban magyar vállalkozás vagyunk. Egy garázsba kezdtem el tulajdonképpen tevékenységet, amit utána kibővítettem, és mindig építkeztünk, tehát mindig újabb épületekre volt szükség, majd egy 500 négyzetméteres csarnokot építettünk, és akkor azt gondoltam már, hogy ez már a mindeneknek a vége, hogy már itt tényleg ez megfelelő lesz hosszú távon, tehát nagyon hamar kiderült, hogy az is kicsi lett, kinőttük. És ott már azon a telephelyen, ott a környező telkeket megvásároltam, szomszédokat, de ott már nem tudtunk fejlődni, és így döntöttem egy ipari területen, tőlünk egy kilométerre a régi telephelytől, hogy itt egy új telephelyet építünk fel, és itt egy 5 hektáros terület áll rendelkezésre, tehát hosszú távon, még a dédunokámnak is, hogy megvan a lehetőség a fejlődésre, hogyha foglalkozik majd vele.